Kedves gyerekek, tisztelettel köszöntök mindenkit a Kárpátalj Civil Szervezet Beregvidéki Néptánc csoportjainak első fiesztáján. Közös koncertet és élményekkel teli délutánt szervezett a Kárpátház civil szervezet a Beregvidéki Néptánc csoportok számára. Az első Kárpátház fiesztának a Péter Szőlőbirtok és Élményközpont adott otthont. A civil szervezet kiemelten foglalkozik a hagyományőrzéssel, főként a fiatalok körében, így a fiesztával nekik szerettek volna lehetőséget biztosítani, hogy bemutassák tudásukat. A mai rendezvény az a Kárpátház civil szervezet Beregvidéki Néptánc csoportjain első fiesztája. Szeretnénk a rendezvényből szokást csinálni, amikor is egy év után a gyerekek szakmailag bemutatnák azt, amit tanultak egy év alatt, illetve jól értelembe vett konkurenciát éreznének egymás produkcióit látva. A mai rendezvény másik célja a szakmaiság mellett az, hogy szeretnénk nekik ajándékozni egy szép délutánt, amikor is kikapcsolódhatnak légvárral, körhintával, lovaglással, vatacukorral. Szeretnénk nekik kedveskedni tényleg festői környezettel, hogy érezzék azt, hogy a Kárpátalj civil szervezet egyre bővülő családjának tagjai, és eszükbe se jusson az, hogy ők nem szeretnének következő évben már például néptáncra járni, illetve hogy mondják meg a társaiknak azt, hogy megéri Kárpátalj civil szervezet néptánc csoportjaihoz tartozni. Nekünk, a civil szervezet vezetőinek pedig természetesen a magyar kultúra, a magyar néptánc folytatása, illetve a gyerekeken keresztül a csodálatos kultúránknak az átadása a feladatunk. Ezt kötelességünknek érezzük, és hogyha van hozzá tehetségünk, van hozzá lehetőségünk, akkor ezt tovább szeretnénk a következő években is folytatni. A program kiterjesztése folyamatban van, hogy minél több fiatal tudjanak elérni. Covid előtt 400, több mint 400 gyermekünk is volt. Ez a szám mai napra ilyen 150-re sajnos lecsökkent. Ugyanakkor szeretnénk a szám csökkenését földrajzi értelemben véve bővíteni, olyan értelemben, hogy bemegyünk a Nagybégányi kistérség falvaiba, Beregdédán és Kisbégányban. Beregdédán elindult a néptáncoktatás, Kisbégány, illetve a Beregszászi kistérség olyan értelembe vett maradék falvaiban, ahol eddig nem voltunk jelen. Gáton is beindult a néptáncoktatás, és a következő hetekben Balazséron és Jánosiba is be fog indulni. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a szép, gyönyörű gyerekek létszáma az a következőkben is, amint lehet, ugye bővüljön, illetve reménykedünk abban, hogy a háború végeztével azok, akik elmentek, azok visszajönnek és ugyanúgy csatlakoznak hozzánk. A néptánc oktatást a kezdetektől Kovács István vállalta magára, aki szerint szemmel látható a fejlődés az érintett közösségekben. Fejlődés mindig is volt a kezdetektől. Az a baj, hogy ez a helyzet inkább megnehezíti a dolgunkat, én azt mondanám. Mikor elkezdtük ezt az egészet győzővel, az öt faluból 420 gyerekünk volt. Sajnos ez a háború miatt és a helyzet miatt lecsökkent 180-ra. A foglalkozásokra szeretnek járni, és szeretik megmutatni a tehetségüket. De sajnos nem nagyon van lehetőségünk, azért is gondoltuk győzővel, hogy megcsináljuk ezt az össz találkozót, ahol minden csoport megmutatja azt, amit ő tanult, amiben ő jó. Sajnos külföldi meghívásaink nincsenek, itt nincsen, ugye megint csak a háború miatt semmilyen rendezvény, és ez nagyon megnehezíti a dolgokat, úgymond, hogy csak táncolnak, nem tudják megmutatni azt az eredményt, amit ők elértek. És itt a mai nap bebizonyíthatják azt, hogy ők is olyan jó táncosok, mint a többi híres falu, úgymond itt, mert itt van több nevesebb falu, ahol már a néptáncoktatás régebben folyik, és ők is megmutathatják a nevüket. Nagyon fontos a Kárpátház tevékenysége a térségben, és nem csak a fiatalok körében, mondta Rezes Károly, a Beregszászi járási tanácselnöke. Ők többféle tevékenységgel foglalkoznak. Az egyik legfontosabb, ugye nyilván a gyerekek, tehát a néptáncnak, a hagyományoknak az ápolása, amire itt látjuk a sok gyereket, ezekben a nehéz időkben szerintem nagyon fontos. Az egyik legfontosabb dolog ez a háborús időkben, ugye nyilván kevés gyerek van itthol, és a magyar szellemiséget meg kell, hogy őrizzük, és ez nagyon fontos a folklór és a néptánc.
Amellett, mint ahogy látjuk, szívesen csinálják. Tehát alig várják, hogy fellépjenek valahol, ami ugye egy olyan löketet ad annak, hogy hát több gyerek szeretne majd velük táncolni, és ezt most már nem tudom pontosan hány faluba teszik, de nagyon sok a gyerek. Hál' Istennek ennek örülni kell. Kárpátház civil szervezetnek a másik tevékenysége pedig a szociális gondozás, ami szintén fontos, ami nyilván már nem gyerekekről szól, hanem az idős, egyedülálló beteg emberek gondozása. Tehát aktívan dolgoznak, humanitárius segélyekkel foglalkoznak. Tehát én úgy gondolom, hogy az ilyen civil szervezetekre nagyon nagy ma a szükség. Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyerekek, sajnos sok szülő kivitte a gyerekét Magyarországra háború miatt. Tehát azok, akik itthon maradtak, ezekre különös figyelmet kell, hogy fordítsunk, és ezt a dolgot is a Kárpátház civil szervezet tökéletesen meg tudja oldani. Én nagyon remélem, hogy ez a civil szervezet kiterjeszt más régiókra is. Nagyon el kellene egy ilyen civil szervezet a Ugocsába, és a Kárpátház civil szervezet alapítójával, Péter Csabával már erről gondolkodunk is. A nap végén a gyerekek szórakoztatásáról szólt a szombat este, akik a légvár, a körhinta és más érdekes programok mellett az élményközpont lovaira is felültek, kipróbálhatták a lovaglást. A szervezők reményei szerint a Kárpátház Fiesztát jövőre is megszervezik, amin már az újonnan alakult tánccsoportok is képviselhetik majd magukat.